Városi Nevékviselőkkel köszöntenék. Kántáról említően a kitüntetésen részesül Papp Gyula, Fokrezes erdőmérnök úr. Kedves Gyula, Isten köszönöm, Gyula, és a tárgyal. Míg kiér, addig is mondom. Papp Gyula 1980. szeptember 1-én kezdett dolgozni a Borsodi Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság Mocsolyás telepi erdészeténél erdőmérnök gyakornokként. Az Északerdő ZRT-nél, illetve annak jogelődjeinél 1980 óta folyamatos a munkaviszonya. Már a Délbükki Erdészeti Igazgatóságnál korábban Mocsolyás telepi erdészet töltött évek alatt is rendkívül változatos domborzati, termőhelyi és faállomány viszonyok között dolgozott. Nagy gyakorlatot szerzett a síkvidéki és hegyvidéki erdőgazdálkodás terén egyaránt 2002. október 1-től az Északerdő ZRT erdészeti vezérigazgató helyettese. Az Északerdő ZRT vezérigazgató helyetteseként az a cél vezérli, hogy az országosan is kimagasló mértékű természetvédelmi korlátozások mellett az erdőkezelés folyamatosan megfeleljen az állami erdőkkel szemben támasztott természetvédelmi és társadalmi elvárásoknak. Irányítás alatt megtörtént az elmúlt 20-25 évben jelentkező töltszáradás következményeinek, valamint az utóbbi évek jég, hó és viharkárainak szakszerű és eredményes felszámolása. Az elmúlt évtizedek munkájának eredményeként mára az Északerdő ZRT erdőfelújítási tevékenységét a természetes mageredetű erdőfelújítások magas aránya jellemzi, a sikeresen erdősült terület 80%-a természetes mageredetű erdőállomány, ami országosan is kimagasló érték. Az Országos Erdészeti Egyesület Miskolci helyi csoportjának 1975 óta tagja, számos egyesületi szakosztály és helyi csoport rendezvényen mutatta be szakmai közönség számára az Északerdő ZRT gazdálkodásának eredményeit, nehézségeit, problémáit. Kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként 1988-ban miniszteri dicséretet, 2014-ben Prosilva Hungária díjat vehetett át.